Meddig alszom? Már szállják kifele, addig gazítsam meg az ágy. Visszafeküdtem egy 10 percet, vízét teszed magadat. Ne feküdgessél, te csak sehova se. Jól elmentünk ijeszgetni. Elaludtál. Miért nem keltettél fel? Hát én is elaludtam. Kit érdekez? Akkor most mit csinálunk? Nem tudom. Mit csináljunk? Megfújtalak. Hú, nem vicces. Benne egyél meg azt a dügiszei szemedet, kobra szemedet. Úgy nézel ki, mint a dinoszauruszokban. A Yu-Gi-Oh-ban volt a kártya, az volt a kék szemű hósárkány. Blue Eyes Drider Dragon. Az volt. Úgy nyit. Így. De tudod, te gúnyolódni, hát de szép vagy ebben a sapkában. A fogad meg tudod, hogy áll? Mint a Stonehenge. Nézd meg, mosolyog egy. Nem mosolyog. Így. Stonehenge, figyelj, így áll, látod, történelmet tanultál? Hát csak tanultam. Így áll. Miért nem egyesítettet tetszik ki? Mert nem csinálták meg, én arról nem tehetek. Menjél magadnak kifele. Majd de figyelj, én megyek szépen magamnak, szerelgetni, kint várnak az autók, hegyin halmán, főzzél mindeneket, majd szépen, majd kitalál, eljön a maga ideje, majd meg lesz a buszkát. Na szálljál ki fel, igazítsam meg az ágyat! Ne kiabáljál vele, ne! Ráadat csak dursz! Menjél kifele magad! Neked már ki kell volna itt festened! Ha persze! Nézd meg, ez mi? A majd ugye azt firkáltál. Az mi? Hóember! És az ott a mögött a gyermek. Ha! Az kérlek szépen, ott rúzs van ott, emberek vannak, házak. Ez mi? Ez mi? A körbe? A kör? Ez van. Jó, én nem fogok kifesteni, mert... Azt le kell grettelni, mert nem engedtelek, nem? Ki. Egy hét múlva ugyanígy fog kinézni. Nem, mert nem jönnek be majd. Na menjél ki, hagyd takarít, csak itt tenni ki. Mozogjál. Igen. Máma, szípeket mondjál nekem fel az égbe. Na, szípeket mondjál fel az égbe. Armó baba, egész nap csak alszol. Nem lehet tőle csinálni semmit se. Hú, az az ember, Istenem. Hé, vegyél nekem pénzt. Mit ordítol? Ha nem is ordítottam. Milyen pénzt? Vegyél hát a PS5-öt. Menj, mivel menjek szerinted? Ó, 3-400 ezer font az a gép. Hát nem veszek én egy fejjel. De azt mondtam, veszel, akkor veszel. Nem veszek én neked. Szerelek, dolgozok. Nehogy beszéljél nagyokat nekem. De azt mondtam, veszel nekem. Mert szétkalapácsolom az egész autódat. De adok én neked szétkalapácsom. Megbüntetlek. A motorodat is. Megbüntetlek, ha? Hallgassál el, menjél be, takarítsad ki a szobádat. Csináljál mindeneket, mert apádnak most nagy dolga van. Csinálj mamádnak az autóját. Mi lesz mamáddal? Testvérem, mi lesz? Jó, nem vagy testvérem. Miért mondtad eztet? Te mondtad. Nem baj, mindenki kimondta. Csináljál szíveket. Segítsi anyádnak. Apádnak is. Mert amennyiben nem, megbüntetlek, azt akarod? Én foglak megbüntetni. Hozok én neked büntetés. Nem. Büntetés a szobába be. Nem? Nem. Kit érdekelsz akkor? Te se érdekelsz. Hagyjál mit ki. Én inkább megyek ki focizni. Focizzál akkor. Hagyjál. Hú, meg a forgalmiát. Hány forgalmi van ebben az autóban, drága jó Istenem? Na. V18 XR. Na, veheted bele, Jaunás Emil, a motort, veheted bele megfele. Nem bírom már, Istenem, annyit kell szerelnem, mint te, igen, a csillag. Engem kiszerelne meg. Jó volna egy jó felszerelés nekem is. Elegem meg melegem van. Köszönöm,
tessék van. Itt egy festék. Itt. Most adok nekem a szíperem. Szedelj be az autóját. Most hozom a kalapácsot. Zárjon a szíperem most. Mert azért nem vesz nekem PS5-t. A Xbox is tiszta, szóval mert izé, be se indul a játék. Na, Z18 X motor, na mennyibe kerül? Ó, drága Szűz Mária, 350 ezer forint. Fűzött bokhenger fejjel. Na, mit szólsz hozzá? Ez nem is az. De akkor miért hozta ki? A18-ig, ez nem az. Nekem Z kell, a vakszemű! Na, ez most így lesz velem. Opel Astra H Zafira B18. Ez mennyi? 210 ezer. Hát ez már jobb. Bár. De mi van hozzá? Ez így komplette légte meg mérő minden. Klíma kompresszorok, mindenek rajta vannak, generátorok. Ezt fel kell hínom. Telefonszám megjelenítése. Ilyen vagány ember vagy, nem veszem meg. Istenem, fel vagyok. Mi ez az autó szerelőhöz kell? Egy levél Sanox, egy liter Pales, meg egy liter Zajvengles. Drága jó Istenkém. Na jó, én ezt feladom, én ezt nem csinálom tovább. Na ennyi volt, megkaptottam magadét. Szép lesz a lelkem. Mindenki azt mondja neked, de szép leszel, de szép vagy, Krétike. Jó? Jó lesz? Jó. Okés.
szép leszel. Kész vagy. Már kész vagy. Nyugi, 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 nyugi. Semmi baj nincsen. Csináltál a kis anyát? Nekike? Mit csináltál? Kifestettem. Tiszta piros a képe. Te meg miért hagytad? Hogy nézel ki? Mint egy bohóc. Menjél most meg az arcodat, gyorsan. Segíts neki. Mivel festett? Jaj, a rúzsommal! Nekike, a drága rúzsomat kikent egy ányom. Lenyugodtam. Nem vagyok ideges. Most már semmi se fog felidegesíteni. Mit csináltad? Semmit. Mi van a kalapács a kezedbe? Nem vettem be a PS, itt vertem. Mi? Nézd meg! Jaj, drága jó Istenem, Niki! Szia, mert az egész konzolt! Az egész konzolt! Jaj, film, mit csináltál? Úristen! Anyu azért csináltam, mert nem akarta nekem megvenni a PS-t. Azt azért szét kell verni, kisfiam! Úristen! Miért csináltál ilyet? Úristen, te meg miért fekszel oda le? Ha megveszem neked a pénzt, látod így mennek, mint a szobrok! Elmenekültem Szójányárnak, szépen jöjjön a gyerekekre vigyázni, nem vagyok hajlandó itthon lenni. Itt vagyunk. Hát én sem vagyok hajlandó itthon lenni, menjünk le. Menjünk le, menjünk. Hogy lehet ilyeneket csinálni? Szójányárnak, máma nem szerelek semmit sem. Mert ilyen voltál. Ne csukjad be vele, menjél hozzá, befáradt! Mi? Hát nem mindjárt kell a kisem felcsúsztál, jön ki kell, az megfázik. Hűvös van bent. Mi nem szól fel mici macskának? Állam, de mondjuk a kicsi most. Menjél már! Kipele hozzá, befáradt, menjél, mi bajod van? Nem fáj, hozzá. Hát biztos már rettenni kell, hogy menjél, be most jól. Na megy a kuzuk, befáradt. Szinti! Gyere már egy kicsit! Aj, öltözik ez is mi? Aj, de faj Istenem! Miért már nekem ennyire itt a gyomorban? Mit csináltam én nektem valamit? Biztos, hogy valamit mit tettem én nektem? Mit tettem én az este? Nagyon sokat tettem! Ez így, ha tovább be kell menjek a kórházban.
ez nem csillapszik, még erősödik. Jó, hány ingerem is van már. Rányos! Gyere már ki, nagyon nagy baj van velem! Mi? Nagyon fájik a hosszom. Itt mi van, Rányos? Nem tudom, Szinti, mit tettem az este, te nem emlékszel rá? Evett a nyós galuskát, az emlékszem, krumplis galuska. Krumplis galuska, ezt tettem? Igen. Nem nappal volt? Nappal. Hát ezt nem tudom, mit evett, ha én már aludtam. Nem tudom én is, nagyon fáj a hasam, Szinti. Kibírhatatlanul fáj. Jaj, Szinti. Nagyon gyorsan menjen az orvoshoz. Jó, valami baj lesz, elájul itt, leszédül a székről, mit csinálok? Elszaladok. Jaj, hogy most is sajnálom. Hú, de nagy fájdalma lehet meg. Nagyon. Atyám, van nekem egy pohár vizet? A posumban, tud erről a témáról? Kiküldtem a kisjának, hozzon be fát. Gyújtson be. Munkát, Stefánban neked gyújtson be. Azt a post tudja, hogy nagyon rosszul meg. Te mondtam, hogy fáj a hasam. Na szóval, neki figyel fel azonnal az orvoshoz, mert ez nem gyerekjáték. Abbos! Stefán is halaszik meghalt nekik merende. Anyos rosszul van, gyorsan mindig kell az orvoshoz. Jöjjön gyorsan! Vinnik el az orvoshoz, rosszul van! Hát ez sürgősebb! Mindjárt elájul! Stefán! Jaj, Istenem! Stefán! Stefán, te! Anyád rosszul van, gyere! Gyere, anyád rosszul van, mi az, hogy mi van? Na, gyere! Bárnál azon meghalnénk! Ez nem bárná! De amúgy a pó se bárna, mindjárt azzal is veszekedek, hogy nem bárna, még az is még a fákat kuplítszokra mindjárt. Aludj el, akkor viszél szépen. Aludj el, akkor viszél szépen. Aludj el, akkor viszél szépen. Tehát az ibogát, hát, zsiványoz asszony. Gyorsan valamit tennünk kell. Gyorsan, csinálják egy újraillesztés, anyos. Hagyjál már, Szinti, most engem az élvérségeitel, miket mondol nekem? Hát nem haltam, meg élek? A nem gyomor... haltam, vár még a szívem. A gyomor száj fáj, nyomsak, lehet ottam kell valamit nyomkodni. Mert már nem nekem nyomni, mikor így is nagyon fáj, amikor kicsit hozzáérek. Akkor mit csináljuk el, ezek érzik, nem hallgatnak rá. Nem tudom, még így érzek én most. Keresd már meg a cipőmet, hozd be, húzzuk fel. Ezt hiányzik én nekem még ide. Lehet valami vírus, vagy valami, ki tudja. Ez igaz, hogy a cipőjön? Jól van, anyós, segjél el állás. Segítsen már nekem felhúzni. Várjál lassan, jó? És jaj, lassan mozduljék, anyós, hogy valami öntelen mozdulatot csináljon. Nem látod, hogy fele másul adód? Ez így van, anyós. Hát itt már mit, hogy adod azt a cipőt rá? Itt kell lenne a nagy lábújának, itt meg a kicsinek. Hát ez így van. Hát ez fele más tukacs. Amasztod ide. Nem látod, hogy ez a bal lábad? Jó van, anyós, hogyha fájni fog a lába, arról nem én fogok tenni. Hát mondom én, hogy fordítva van. Ugyan. Ja, tényleg így van. Itt nem tudsz, Szinti. Te így szoktad felhúzni a cipőt? Fordított ez a cipő. Látom, a papucs jól van a lábodon. Hát nekem annyi a lényeg, hogy csak illeszkedjem bele a lábamon. Mennyi Szinti, ki a baj neki? Hozz, hívd be. Jaj. Vigyen gyorsan befele, nem bízom most már. Én is megszédültem most. Lát valami baj. Hú, vagy a bors? Na most már tényleg ügyül, most már tényleg üldeges vagyok. Mert mindig kupacolom. Anyós, meg elállj. Bocsánom, amúszáj volt már fájásom, tudod, felkelek, és vannak a bulocsánok, hasonló mászkálnak benne össze-vissza. Hikával olyan jön, látom, te is szoktál, felültem, meg még bulosabbakat szoktál. Bulacsint a körmemet!
elég lesz, már mit a föl. Keményen a vegyünk, hát még nem, most már itt van az ősz a nyakunk. Itt van az ősz. Csinálom már, miért adtam muziknak? Érdekes vagyok a munkát. Hát, csak csinálom veled. Gyere, menjünk már. Belelítem a patkány fogalba. De még arra sem egy kintes, hogy fákozzál. Ez a legkisebb. De tudod mi? Egyszer és mindjárt, én nem gyújtom, de azt rögtön. Hogy mi van neki itt az órat, hogy én elmegy? Megy, megy, tuda. Megy, megy, mag. Mag megy. Az. Menjünk el, miért? A szintit akkor az anyjához visszük el. Leheted? Ne. Mi az én orvon, nem látod, mi van? Ugyan, mint egy ívet tubolt. Mi ez? Na gyere, hát akkor te meg menjünk akkor. Ne csináltál. Hova? Te van huncut kotka. Huncut kotka. Már lázas akkor. Hát most mit mondjak már most akkor? Hát induljunk akkor meg. Miért alszol ilyen sokáig? Várom meg, vagy valamit tartsam. Jó, veled rosszul vagy? Vagy szerelem. Rosszul vagy, hova mész? Megyek. Hova? Megyek a kórházba. Nem játszod magadat? Azt hittem játszod csak magadat. Mondtam, hogy nem játszom magad, te! Te! Rosszul van, te meg fákat vágol, meg ki vagy az erdőnkbe, mászod a fákat a falevelek, az odunkba bujkálsz. Álljál fel, fel, gyertek, menjünk, haladjunk. Hozzad a kabátot. Menjél gyorsan. Álljál fel, ne gyengélkedjél el. De mi bajok van amúgy? Ja, itt meg lett szellem. Ez nem jó. Olyan, mint a kézsöket vágtosnak belefele. Hát akkor az egyik. Én nem látom a kabátot. Mit hozol nekem ki elköntős? Nem kabát. Hát az nem úgy néz ki, mint egy teljes kabát. Jó, az a köntös, mindegy. Valószínűleg, hát csak kis sállal. Gyere, tegyenek be, tüszkoljanak az autón. Nincs kabát. Hozzák egy lepedőt, vagy valamit, csináljatok valamit. Üljünk be, fel azt menni, mert már reggelit úgy, hogy hogy jogák mulák. Veszekedtél a ventilátorra, vagy mi? Jó, van, hát Fortnite csak a szokit úgy látom. Nem, kezdődik a Fortnite reggel, már ilyenkor legjobb, a legjobb a Fortnite. Mi Fortnite az ott el, te veres vagy disznak? Fortnite az ott el, ízé, patkány kívül. Te hízott koca! Igyekes vagyok, mert őket nem rendíti, mert nagyon sok az állapota úgy, mint engele. Mert szívem talál, szívem szó. Ez egy fortány, hogy van, mert... Mi van, mit szállnál, már mindig, hogy oda szaladták itt jobbra, balra, mindig. Akkor csak a keze rám hozok, jobb lenne már táncot csinálni. Még kávézik, még van ilyen jó vizé. Havai hangulat, vagy kávézik még itt. Na, vegyek fel fel a táskát is. Nem tudsz úgy menni. Segítsek, hogy most kimenni. Jössz már! Frissítsed már, frissítsed már, frissítsed már. Vigyél át szobát! Pont! Pont most frissítette! Gyors menetben vigyél át szobát, hogy dobjál át. Hova vigyelek én szint? Ti most frissítettem, ott van frissítve a Fortnite kártól. Vigyél át szobátra! Mi van? Nézd meg a kis sajt is. Jó, engem a tárgyal vigyél szobátra. Magyarázd már meg, minek tisztettik engemet? Hát, leülsz játszani? Fogjad magadat, menj! Hát menjünk, gyere, vigyük a kórházba, befeleztem, hogy nézzük meg, hogy mi van benne. Nem nincs vele semmi baj! Te tudod, mi vagy te? Megfasz! Professzor! Honnan tudod meg? Kossuth Lajos! Rosszul, te, rosszul, mondjad a bíró! Doktor Lajos! Milyen doktor? Mondjad a kisjel! Na, hosszabb! Ezt nem hiszem el! Most hova kell vinni Szintiát vagyunk? Szobátra! Minek maradt egy hónapkor? Maradj itt! Én megyek szobátra, mit csinálod? Szellemekkel tudtok adni! Nem elmegyek, persze! Na, induljunk megfele! Haladjunk! Kengedjek el magam! Semmi sem! A világon! Hallók! Halló! Halló! Újra jöttünk! Halló! Kapcsolt fel innen! Mi van itt ilyen sötét? Halló! Kapos! Hol van a Mici Matko? Ha
Nincs itt senki. Senki nincs itt, hát. Halló! Halló! A kocsi sincs elejük. Kiszak majd kávét magam. Hova menthettek istenként? Kiszak kell kávét. Csinálj nekem is egy kávét, hát ha jönnek. Fel vagyok háborodva. Hozzá van menni valahogy, mert ezek ki tudja mikor jönnek. Várjuk meg őket. Hát, menjünk, figyünk. Hát, milyen képzetek vannak itt új dolgok. Nem szígyenik ám azokat, he? Hogy már iszának ilyeneket csinálni? Mi ez a kapcsolás itt? Azt nívek, elvég gondolkozott, mielőtt felkapcsolódott. Ne, egy másodpercet. Kaktuszok, mindenem. Mindenek vannak itt te. Összeegyél. Mi az? Virsli. Hozzad a kenőcsöket. Ezt a kenőcsöt kenyed felfelé. Kenyed a kenőcsöket. Kenyed felfel a kenőcsöket. Az is nézd meg, nézd érde be. Úgyhogy te játékot, nézd meg ne. Az agybeteg. Hát nem írhattam. Hát mert nem normális. Ó, itt van. Pillan meg. Megyek van, kikapcsolom. Legalább én. Jó szívű vagyok! Nem hagyom úgy. Így kapcsolom én ezt egy... Mi ez te olyan, mint egy könyv? Hele! A fiad nem ilyet mondott, ilyet kell neki venni. Ez az? Lopjuk el. Lopjuk el. Kamici mackaulok, nagy már 18 és mindenki játszik. Vigyük el, testvérem. Vigyük. Ez nem csak van. Ó, szinti neked eljönnek. Mi van? Jó lesz ez nekem. Na, drágok, minden. Hogy működik el? Nem tudom. A fiat ezért törte be az autókat. Megveszed neki. Ellopod neki? Hát megveszem neki, hát hogy ne venném ki? Ki fizessen? Ki ne fizessen ki? Hát ellopom te! Hát azt mondom én is, hogy ellopod. Akkor siessünk. Hogy kezd kapcsolni? Várjál! Előre nincs gond. Várjál! No. Aha, itt van. Megvan. Ha? Nem emel? Jó. Kábleket, mindeneket hozzá lehet. Hát, hogy mondták az ajtót. Betölt egy rabló. Jó, mondod lelkem. Csak olyan okos vagy, mint egy tanár. Elnejtsed. Emeltem el. Elnejtsed. Alulatosan. Benézzük ma anyátnak a szobájába. Hát, elme! De gusztustalan vagy, te lopol! Annak. Normális vagy, mit csinálsz? Te mit csinálsz? Te is lopol! De az nem olyan lopás! Hát persze, az nem olyan lopás! Ne tedd össze a kettőt! Hát, hogy nem már! Kiszem a HDMI kábelt is! Ne pocsíkoskodjál, he! Szépen mondom! Mert megkenlek! Minek az annak? Mi az? Parfümök. Fára vég mindenek, ezeket szeretem, ezeket. Fára jó. Fára jós. Az nagyon jó a fára jós. Izé, parfümök. Jaj, szintinek is van. Minek mi az annak? Parfümök. De ez a drog mindenek. Minek az annak? Hát, izének van. Mit szimackon? Valamiért. Annak, hát az büdös, az nem vesz semmit magának. Fogadjuk. Hát nem mondtam én. Egy hónap is tippe van. Á, hún kéne nekem te az űzott testünk, kente felfele máj kényesi. Kell vax? Milyen vax? Nem kell. Hát nem, de gusztustalan vagy, lopol! Az az egész érték nincs annyi, mint az, amit te elmondod. Igen, hát az kié, a fiadé lesz. Agyos. Az enyém lesz, és akkor mi van? Hát, izéjét is tanáltam, nem kell. Mi? Ilyen szerszámok. Enném. Rakjad el magadnak. Az neki. Gyere. Várjál, ruhát itt vagyunk. Többet ne odszállj. Gyorsan kenyi van egy már kényeslényed, egy sírsét.
Mozogjál hát, he! Elektrika pasz! Na, ennyire egy lassút nem láttam a világban. Mindjárt kapsz egyet. Felkenlek? Felkenlek én mindjárt. Megkenlek, addig csinálod. Addig is a kerek, menjünk. Jó, akkor csak kenj már meg. Kenj már meg. Gyorsan egy az útra. Zútra? Nem tudom kibontani. Na várki, te agyas! Nem, mert megszárad a kenyér, nem szabad. Na, nem. Akkor álljunk itt a kezünkbe, a PSL mindjárt jönnek, ki tudja befele, azt mit csináltuk? Hát, mit csinálunk, mit mondunk? Állj meg! Te állítol engem, meg! Hagyjál már békén, áld a hasadra gondolsz! Annyit teszel, mint a lovak. Na, mozogjál! Kávét sétok, meg ott van lefőve. Akkor megiszunk gyorsan azt, azért mondom. Siessék. Nem. Hát veszünk be még valami. Egyél már, hogy gyorsan megiszom a kávét. Nem, te bolgó, én a te tanálkozunk vele lebutunk. De a te hibát, ez rád kenek minden. Hát teljesen nyomod be fel a gyomrot. Rád kenek minden. Én rá. Megmondom az igazságot, úgyis elveszi a pol. Hát megmondom, hogy vele akartak csapni. Csapásos. Milyen csapásos? Hello, bocsánat, szerintem mik vannak? Nem nézem. Gyere, gyere már szemtelen! Hú, hát, megnézem. Nézd, egy fényre! Kis hú! Semmi nincs itt, mi van? Ha. Mi van? Hangkártya. Becsakoztam. Csodál. Azt a szürkét, az egy drága hangkártya, hát! Ez? Hát ez semmi! Vakszemű, ott bent van az a szürke! Ja, ez? Az a 300 ez. Ja, ne legyél már szemtelen, te! Úgyis csíptem el, akartam felüzni. Ezt nem vesz nekem. Nincs felüző belőle. Jancsi. Már. Látod, milyen jó. Nem kell meg a bolt. Már elpaknak, akkor ülni. Csak a kutyomjával lehetem meg állni. Meg lehetetek, belevesztek. Jó! De jó parfümjeim lesznek nekem el. Pont ilyet akartam venni. Jó, hogy nem vettem meg. Na. Márkos, fontod azt, hogy csak egy csak. Úgy sincs, hogy nem. Te jó, hogy már. Hülyes, én hát adj be. Jó, van mennyi. Hát, beszólt neki. Na. Hát, Milke, gyere ide! Jó, de jó, sok pont kifogytam mindenből, a rúzsból is, a krémből is, meg a parfümből is. Nem érdemled meg. Te amit csináltál, de most ígérd meg, hogy soha többet nem fogod nekem kárt okozni, és kapni fogsz egy ajándékot. Jó. Ennyi, jó. Nem mondtál semmit? De. Na? Bocsánat, akkor többet nem fordul elő ilyen. Soha? Soha. Na ezért csukd be a szemedet, nyisd ki szád, adok neked egy bundon drájz. Karímet, Istenem. 3, 2, 1. Fejj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 
drága 10 évet, hogy mennyit szenvedtem én ezért. Hogy megvegyem neked, fiam? Rengeteget szenvedett írta. Mennyi pénzt kellett nekem ezért kifizetni, mennyit dolgoztam? Nagyon sokat dolgoztam. Nem érdemled meg, de többet nem csinálsz nekem semmit. Is hadd neked. Vettem neked hozzá a kalap is. Kábelt, mindeneket. Mindent kaptál hozzá, látod? Ennyi. Köszönöm, apu. Sírjál már. Milyen sírás ez? Ez ásírás, ez nem kell, ez az ásírás. Nem érdekel, de szef. Adod neki, közd be neki. Én nem tudom bekötni. Hát akkor kit érdekeltek, ha nem tudod ennyit se bekötni? Elegem van belőle te. Nem értek az ilyen kábelek. Ne feleseljetek vissza nekem. Miért kiabálsz? Nem is kiabáltam.
Jó. Hát, menjél, vidd be magadnak ezeket a dolgokat. Mi ez? Veheted meg az alkatrészt. Milyen alkatrészt? Megint középkonzol szíjjel van vele. Ha vedd meg te! Én vegyem meg! Felemellek! Ne fel az emelővel! Emeld fel magadat, mászod a fel csüngjél! Mászok fel, csüngjek, bármit megteszek, semmit nem vagyok jó. Én nekem el kell pakolni itt ezt a sok parfümöket. Úgy is venni akartam, de most legalább látod, megspóroltam ezt is neked, nem kell venni. Jó, van, csak nem gondoltunk egy valamire. Mire? Hát, hogyha rájönnek, hogy mi van, hogy eltűnt az a kis dolgok, ezek azok. Hát mi nem voltunk, itthon voltunk. Pont nekünk egy PS volt, ezeket úgy dugd el, hogy ne lássák meg. Eldugom. Jó. Azt meg arról meg azt fogjuk mondani, hogy mit is mondunk? Vettük. Vettük? Ha. Nekik meg pont eltűnt. Anyám hozta. Hoztatja meg, aki árul. Akkor apám hozta. Nem hozta senki, vettük. Akkor tanár. Vettük, miért nem azt mondtad, te hülye? Mondtam, hogy vettük. De hogy mondtad te? Nem mond. Megtekerlek ebből az izével, addig csinálod, érted? Felrasd, nézlek fel. Vettem neked ilyen izéket, fejeket. Jó, rogd el. Akkor azt kell mondani, hogy... Na, vettük neked ezt, te tudod? Igen, apu, nagyon sokat dolgozott ilyen. Nagyon sokat. Nehogy halljál valamit, javtsuk be az ajtót. Rendeteket dolgozott. Ne halljál! Semmit. Ne halljál meg. De ruhább, semmit se. Ugyanilyet vettem. De kit érdekel? Majd aludni felveszem. Á, ez nem jó lesz. Miért? Meglássa rajtad, egy bűt, hogy elloptad. De hogy tudja? Akkor mit fogunk? Vettem a turkálóba, nem lehet ugyanolyan, mint a többi. Megvan, el kell adni a ruhákat, hogy ne tudjanak. Hát, szerinted csak egy tarka kutya van a világon. Szerinted csak neki van ilyen ruhája. Miért nem mondtak hamarabb ezt, tehát fűrész koma? Milyen jókat csinálok. Hát mert sorozatgyártás van. Jaj, sorozatgyártás van! Ebbős hegy van meg, ha bemész a boltba, csak egy kaulát tudom venni. Hát igen, sok van, nem? Igen, jó van. Hát, ha ezt mondod, akkor jó. Olyan okosak vagyunk, mint a tanárok. Hát. Így van. De... Menj innen el, főzzél valamit. Csinálom neked a japsit, már a hús olvad kifele. Milyen jó jártunk azzal is. Tényleg csinálod? Hát, hogy mit csinálnál? Csináljad, testvérem. Csináljad, legyél szerencsés. Mi szállt el? Mi szállt el, mert a dobálja van. Én is játszani. Az valami neked a játék. Na, de ne jöjjön. Gyere, üljetek ott. Vedd majd ezt a papírt, akkor nézzem, hogy mi van veled, Razi. Nem tudtam elolvasni. Ön csak egy pohár vizet. De adjál neki vizet. Azt mondták, szint ízégy vizet kell inni. Na? Ön olyat mi? Baba vizet. Nem baba vizet. Baba vizet. Aha. Én nyomom a papír. Itt akarsz megnézni? Hát meg akarnám nézni, hogy mit így dolgozok. Műtékkel. Itt van. Látod, mondtam én. Tudtam én, hogy a nyoszlop van. Ebben műtékkel, hát, igen. Máni, de hogy olvassam már. Máni, nekem Máni, itt a kezem bűn. Még szíjtsed el. Na. Így csak azt mondja. Klinikai központ, Krampus. Én Krampus. Tisza kórhal, de nem csak a betegséget nézik. Rigmus, tiszta szívhangok, has, melkas szinte felett kifejezetten obes hasparkon. Hát az latin, ez nekem nagyon szervizálcok. Diagnózis, terápiás volt. Terápiás, terápiás volt, hogy eddig, hát ebben nincs semmi. Szinti fognak is emberek. Már én már megmutatom én neked, hogy hogy van. Fokhát meg te! Megyek játszani, hát az... Itt van! Zárhomban? Itt, nem tudsz olvasni. Epehólyag, kövesség, epehólyag, gyulladás nélkül. Javasolt készség, műtét, melyet a beteg elfogad. Nem tudsz ennyit? Jó, már látok, hogy tudjuk, hogy kicspacok szem vannak ott írkában mindenütt. De lehetnek a gyógyszereket, amiket szedtek. Mi van? Már miért ordítom meg, hogy te hülye majom? Hol a PSM szintén? Kit érdekel? Visszahoztad ide? Izé, PSM. Játsz a PSM.
A villanyt így hagytátok égve, még elmentünk. Hát annyira szaladtunk ki fel a már. Szinti! Mi van ne? Abban? Mi bajod van? Kitértünk el egyébként a bejesőt! Ment a bejesőt! Nekit érdekeljem az Szinti, mennyi dolgoztam érte? Keresd meg! Hát ott játszottál vele, nem? Amikor elindult. Szinti, nem érted meg, játszottam, az ki van húzva, teljesen a tévése megy! Nyitva hagytátok az ajtót? Nyitva. Eljöttetek ki utólag, miért nem zártátok be? Érdekes, mert csak pont bejöttek egy pélyes kloppi, ez egy furcsa múl. Ki azt ez a barmú a jó terület? Gyerek, elloptál! Nézd, hát az mit keresettem? Valami, nem fogsz! Itten vacsoráztok minden! Jaj, hankátyám! Ahogy elloptál! Micsoda? Ezt ne! Itt van a szekrényem is! Eltűnt a parfümöm meg a sprém! Minek kell az neki? Kis olcsó kimenetű dolgok, miért nem veszik? Nézd meg, Anina, a szekrényt is nézd meg! A pélyesetem, anyu! Ha Istenem, én nem tudok rúgálni, nézzetek szint! Nézzük meg a szekrényeket, lehet itt bújkál! Láttam, a tévében vannak ilyenek! Megérdemeltek, miért akartett az ajtót kipa hagyni? Hogy lehet így elmenni? 270.000 forintba került a PS, Istenem, ne! El fogják adni, Stefan! Az már soha nem lesz meg! Én tőlem is ellopták a ruhámat! A sprayret, a parfümöket! Nem láttak ide jönni! Akkor itt eljöttek vacsorázni! Vacsorázni? Nem ti kettetek? Nem! Nem te raktad ki, mici vasztom. Nem raktam ki, mikor elmentünk az üres gondolatban. Ja, most ez már voltak, nem értitek? Várjatok, van egy kicsit, ott nem voltak annyi poharak, meg minden. Semmi, mondom, valaki betévedett. Evett, ivott. Tisztaságnot ellopták, ruhámat ellopták. Istenem, is ez a fontos, van a sikló, már a fejedre. A hangkártyám, a laptopom, Istenem, a kettő együtt van már. Após, higgyél nekem, após, higgyél nekem. Ne! El kell menni a padlásra, meg kell nézni, valami hajléktalan lehet itt lopni. Kérjük meg itt a szomszédokat, nem látok, hogy nem tudja bejönni. Kimegyek, megkérdem a szomszédot, hogy ki van itt. Tudjatok rá, nyitva hagytátok az ajtót, valaki pont bejön. Nem látok. De amúgy hol már lehet? De hogy nem vagy ki akarva? Erre tudjatok rá, ennyivel meg hogy nem vagyok, megyek a szomszédoknak, vigyék ki kérdezem, hogy ti történt? Hogy ki van ott itt, mit laptak el, már se tudom mi az. Te már nem tudok kiabálni, ki vagyok akadva. De te ezt a fájdalmat éreznéd, amit én nem így reagálnál, mint ahogy én. Te se így reagálnál, azt a fájdalmat éreznéd, ami én bennem most van. Hát lopjanak el tőlem valamit, csak ne. Anyádat az élet, mindjárt műtétje lesz meg mindent, de neked meg ő szívinfarktus van helyes. Szívinfarktus. Mindjárt elugrok innen. Mindjárt aládrugok. Tudod, ki volt itt? Hát a... Emlékszem, gyerek voltam zsemérál. Alsam korgott tenni, meg nem volt gyemérál. Az apánkat vártuk, szegény apám, imádom, szegény anyám, feleltek engemet. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, feleltek engemet. Szabad, 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 szabad. Emlékszem, gyerek voltam, te mérám. Az anyám cukros kenyeret adott a szám. Szeretet kell és a család. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engemet. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engemet. Emlékszem, gyerek volt, igazi gyermekkorunkat éltünk témérá. A kút az utca meg az áron,
Így anyám felneveltek engem. Emlékszem, gyerek voltam, zsömérál. A sem korzott tenni, mert nem volt témérál. Az apánkat vártuk a munkából, témérál. Azután ettünk vacsorát, tett ki az anyám. Drága családom, szegény apám, imádom. Szegény anyám, felneveltek engem. Szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engemet. Most már meg felnőtt lettem, Temera. Köszönök minden szívből szóló, Temera. Szegény, de gazdag voltam, Temera. Mert ami az fontos, szeretet volt és a család. Családom, szegény apám, imádom.